Nos, üdvözlök mindenkit a Légióban! Egy újabb terepteszt következik, ami az AFK Légió kritika sorozata. Megnézzünk valami terméket vagy programot, ami az utazáshoz kapcsolódik, és kiértékeljük, hogy esetleg érdemes-e beruházni rá nektek is. A mai alanyunk a Snow Attack. Én minden évben szeretek egyszer-kétszer elmenni síelni, hogyha megtehetem, és idén a szokásos haverok által szervezett sítábor helyett elmentem a Snow Attack-re, ami egy parti sítábor. Úgyhogy nézzük meg, hogy mikből épül fel, és hogy megéri-e a hely. Lezorban volt a sítábor, amit én nagyon szeretek, már többször voltam ott síelni, egy remek terep. A pályák teljesen jó karban tartottak és változatosak, mindenki megtalálhatja a megfelelő nehézségi szöget, és ami a legfontosabb számomra legalábbis, hogy lehet freeride-olni, kifejezetten jó hegyoldalak vannak erre a célra. Aki nem tudja, a freeride az, amikor a pálya mellett a szűzhóban mész le, és az egész olyan, hogy és te csak ott imádom. Csoklom. Úgy, ahogy van, teljesen jól megállja a helyét. Az egyetlen problémám talán az, hogy a snowpark nem volt kifejezetten izgalmas. De nyilvánvalóan az, hogy az ember jól el tud csúszkálni napközben, az csak egy részlete a parti sítábornak. Nézzük meg, hogy milyen volt a buli. Ezen a téren a Snow Attack hulla profi. Teljesen az az élményem volt, hogy egy fesztiválon vagyok, a hangosítás remek volt, a néterelés remek volt, a beengedés biztonság tök jó volt, az egész már így rutinból ki lett rázva a kisújból. Az idei fellépők is teljesen jók voltak, az én személyes kedvencem a belga volt, nem tudom, hogy miért, én egyszerűen imádom, hogy azok a srácok így 100 000 százalékkal nyomnak minden egyes koncertet. Tök mindegy, hol vannak, tök mindegy, mit csinálnak. A másik hatalmas siker Kis Grofó volt. És legyen nagyon tiszta. Én abszolút nem értem, hogy miért szeretik ennyire az emberek Kis Grofót. De nem csak az, hogy hatalmas tömeget vonzott be, mindenki. Mindenki tudta az összes szöveget. Ott álltak az emberek, és így, ja, mi ez? Kis Grofó? Igen, hopp, 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 hopp. Az összes szöveget együtt énekelte vele a közönség, ami nagyon-nagyon durva, én ezt nem értem, minden esetre azt meg kell hagyni, hogy a buli, amit csapott, az remek volt. Nagyon oda tette magát, nagyon kiadott mindent magából, nagyon megadta a közönségnek azt, amit várt, kétségtelenül a hét fénypontja volt. Ami fura, de mind elfogadom. Emellett, aki igazán nagy név volt, az a Punani Masszív, akik tök jók voltak, de mondjuk ők majdnem mindig tök jók, úgyhogy az tök jó. Meg volt Borgor, aki egy elmebeteg állat, mind a karakter maga, mind pedig a zene, amit csinál, nagyon-nagyon durva bulit csapott. Úgyhogy ezen a téren megint csak jól szerepel a tábor. Viszont ezen a téren is volt egy probléma. Zabi Éla. Zabi Éla azt mondta, hogy jön, aztán azt mondta, hogy nem jön, hanem később jön, aztán később se jött, hanem elvileg az after party lépett föl. Ha fellépett, én már nem tudom, én lemondtam Zabi Éláról. Meghallgattam a zenéjét, és nagyon tetszett, és aztán elmehet a picsába, hogy nem jött el. Így vagy úgy, az ilyen szervezési problémák tök átlagosak az ilyen fesztiváloknál, úgyhogy úgy általában azt tudom mondani, hogy a buli tök jó volt. Erről le kell szoknom. Ennél fehérebb dolog nincs, mint azt mondani, hogy
De persze nem csak este volt bulizás, hanem napközben is mentek a programok. Na most alapjáraton rengeteg program volt, szinte minden nap lehetett 2-3 dolgot csinálni napközben is. Volt Olli Jam, volt hóröplabda, hegyrefutás, meg éjszakai síelés fáklyákkal, ami borzasztóan ijesztően hangzik, de nem az. Tök látványos és tök szórakoztató, hogyha van esélyetek egy ilyet bevállalni, mindenképpen toljátok. És persze rengeteg programot nem lehetett megtartani a szar időjárás miatt, de ami meg lett tartva, az elég vicces volt. Teljesen hasznos, felpesdítő dolgok voltak ezek napközben, és abszolút szükség is volt rájuk. Mert lassan kezditek érezni. Amikor az ember este bulizik és másnap fel kell kelni, akkor nem megy olyan könnyen a rápörgés a sport teljesítményre. Ebben segítenek a programok. És hogy milyen emberekkel tudsz együttműködni ezeken a programokon, nos, az igazából a tábornak a legfontosabb része. A társaság. Ez egy fesztivál. Ez nem egy sporttábor. Ha te egy olyan ember vagy, aki reggel 6-kor fel kell annak ellenére, hogy csak 8-kor nyitnak a liftek, és kimész és zúzod egész nap újra, és aztán este 9-kor egy ratrakkal kell levonszolni a pályáról, mert nem vagy hajlandó, akkor ez a tábor nem feltétlenül neked szól. A programok tök jók, a bulik tök jók, és ezért minden este az ember elmegy inni, és így napközben nincs igazán erőd a maximális sport teljesítményre. Én magam is, annak ellenére, hogy minden nap ittam, azért minden nap kim voltam a pályán, és nyomattam, de nem hoztam a legtöbbet, amit tudtam volna. Milyen szép mondat volt ez, na? Viszont, hogyha télen is akarsz egy jó fesztivált, ahol lehet tudsz emberekkel bulizni, tudsz csajozni, pasizni, brózni az emberekkel, rengeteg bró volt, a világ összes brója és fizbapja itt történik meg, akkor ez a tábor abszolút neked való, én úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy teljesen aktívan, 100%-osan kihasznált szabadság. Mert sportolsz, mert bulizol, mert ismerkedsz és mert utazol is. Úgyhogy, ha ti olyan emberek vagytok, aki nem feltétlenül csak a sport teljesítményért utaztok, akkor jelentkezzetek, én azt tudnám javasolni, hogy minimum 3-4-en érdemes, hogy meglegyen az a crew, akivel tudtok a programokon is részt venni. Így vagy úgy, én nagyon köszönöm a Maxnek, hogy elvitt, de minden esetre, aki esetleg nekivágódik, annak annyit szeretnék mondani, hogy jó utat!